Alig másfél hónapja ért véget minden idők egyik legsikeresebb sárkányhajó klubvilágbajnoksága Szegeden, szeptember 1-én ismét a sárkányhajósok szállták meg a Tisza szegedi szakaszát. Négy versenykategória, az Open, a Vegyes, a Marathon Open és a Házi Sárkányok kupája közül választhattak a magyar legénységek. A helyszínen jelen volt Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke, sőt a világbajnokságon résztvevő önkéntesek hajóját ő kormányozta. A Vegyes kupába lett a legnagyobb a jelentkezés, tehát a délutáni versenyünk azok gyakorlatilag reggel 9-9-től elkezdődtek és tartanak egészen 1:30-ig. A délutáni időszakban az Open hajók versenyeznek, és a létszámot, ha nem is mondom ki, az időintervallumot, ha meghatározom, hogy gyakorlatilag reggel 8-tól 7 óráig fognak tartani a versenyek, és ebbe egy órás ebédszünet van, akkor ez mutatja, hogy itt is egy komoly létszám van együtt. A sok száz hajós egész nap versengett egymással. Sokan csapatépítő programként, sokan pedig sportolási lehetőségként tekintettek az eseményre. Évről évre egyre több a jelentkező, már az idősebb korosztályok sem riadnak vissza attól, hogy vízre szálljanak. Megmondom őszintén, én most vagyok itt másodjára, tavaly kezdtem. Maga a cég már régebb óta nevez a Sárkányhajó Fesztiválra. Így kerültem be a csapatba is, hogy a cég rendszeresen jön, és akkor tavaly sikerült nekem is bejutnom végre az evezősök közé. Úgyhogy még kezdő szinten, de igyekszem. A Senior Center csapata, ez nyugdíjas egyesületekből áll. A Senior Center csapata 3 éve már itt van, minden alkalomkor nevezünk, és májustól szeptemberig edzéseket tartunk az újszegedi partfürdőnél. Közeledik a szezon vége a sárkányhajósoknál, amivel kapcsolatban Járosi Péter elmondta, hogy a Magyar Sárkányhajó Szövetség 20 éves fennállásának az egyik legerősebb éve volt az idei. A klubvilágbajnokságon és a nemzetek közötti Európa-bajnokságon a magyarok összesen 45 érmet szereztek.